Kedves nézőink, az FC Ajka új pályavilágításának elkészülte ott az apropóját és ötletét az éjszakai futás elnevezésű rendezvénynek, amelyet a közelmúltban hagyományteremtő szándékkal rendezte meg első ízben. Kérem, tekintsék meg erről készült összeállításunkat. Augusztus 21-én szombaton első alkalommal éjszakai futást szerveztetek itt a Városi Sportcsarnokban. Ki volt az ötletgazdája ennek az eseménynek? Ládi János úr volt az ötletgazdája, Nagy László Művelődési Központ és Sportcentrum pedig az ötletét felkarolt, és segítettünk a megvalósításával. Hogyan szerveztétek, illetve hogyan hirdettétek ezt a programot? Ugye vannak kialakult futócsoportok, első körben őket értesítettük az eseményről, és Facebookon létrehoztunk egy eseményt, ott hirdettük a versenynek, hogy milyen versenyszámok lesznek, mikor, hasonló. Milyen kategóriákban indulhattak a résztvevők? Az első versenyszám az a 30 perces kocogás séta, az egy kicsit ráhangoló jelleggel volt a későbbi versenyszámokra, itt kipróbálhatta magát mindenki, esetleg bemelegített a későbbi versenyszámokra, utána következett a lépcsőfutás női és férfi kategóriába, utána következtek a váltófutók, volt családi váltó, ez úgy jött ki, hogy két szülő, két gyerek, 4x800 méteres váltó, itt volt négy csapat, elég szép eredményt értek el, utána következett a következő váltó, az a 8x800 méteres, itt is négy csapat volt, sikeresen teljesítették a távot itt is a résztvevők, utána következtek a nagyobb feladatok, az 5 kilométeres egyéni és a 10 kilométeres egyéni futás, a 10 kilométeres verseny éppen most is zajlik. Az 5 kilométeren 28 versenyző volt, 17 hölgy és 11 férfi, a 10 kilométeren pedig 10 férfi és 7 hölgy versengéppen. Összességében hány résztvevőt mozgatott meg ez az éjszakai futás? Ugye bizonyos versenyszámok között voltak átfedések, ugye nevezések alapján most számoltam össze 112 fő, versengett valamilyen versenyszámba, de ugye valaki több versenyszámba is elindult, így megközelítőleg 60-70 fő, későbbiekben pontos adatot is tudok mondani. Elégedettek vagytok ezzel a létszámmal? Mindenféleképpen. Ez egy olyan esemény, ami elsősorban, vagy első ízben valósulhatott meg, ugye a Városi Sportpálya most kapott villanyvilágítást, így tudtuk ezt megrendezni. Ugye a futók nem ehhez vannak szokva, hogy éjszakai hosszabb távokat itt a 400 méteres alagpályán teljesítsék. Ugye nekik is ez egy fura helyzet, hogy 400 méteres pályán kell nagyon sok kör teljesíteni. Ahhoz képest, hogy első szervezést mondhatom, hogy meg vagyunk elégedve, igen. Inkább a profi versenyzők érkeztek el ide erre az éjszakai futásra, vagy a civilek közül is, az egyszerű amatőr sportolók közül is azért jöttek, érkeztek? Elsősorban az amatőr sportolóknak szólt ez a verseny, de már a profi versenyzők sem tehetik meg, hogy kimaradjanak ilyenből, tehát kicsit buli jellege van a dolognak, úgyhogy mindenki itt volt, aki szereti szerintem a futást. Jövőre bízunk benne, hogy többen lesznek, kedvet kapnak, hallanak az eseményről, az önök jó voltából, úgyhogy jövőre biztos többen lesznek. Gördülékenyen lezajlott ez a mostani este, nem volt semmiféle zökkenő? Semmi. Nem ment el a villany, úgyhogy minden jó volt, szuper. Különböző díjakat is sikerült kiosztani a versenyzők között. Ezeket a díjakat hogyan sikerült beszerezni? Kik voltak, akik támogatták ezt az éjszakai futást? Hát ez a sportcentrumnak a büdzséjéből ment. Igazából csak egy futómellényt kaptak a helyezettek, feliratozott futómellényt, az esemény lett ráírva a hátára. Úgyhogy következő futásaik alkalmával, edzések alkalmával használhatják, próbáltuk kicsit praktikusabb ajándékkal díjazni őket, és ugye az első három helyezett mindenhol kapott oklevelet. Mikor számíthatunk legközelebb hasonló versenyre, ahol éjszaka futhatnak a sportág szerelmesei? Lesz-e hasonló rendezvény? Biztos, hogy lesz. A gyakorisága az még nem biztos. Ugye most várjuk a visszajelzéseket itt a résztvevőktől, mekkora igény lesz rá. Annak függvényében szeretnénk majd programokat szervezni nekik, és a sportcentrumnak most indul el majd a következő hónapban az önálló honlapja, ott talán jobban tudjuk tájékoztatni majd a ajkai lakosságot az ilyen eseményekről. sportcentrum.ajka.hu Kik segítettek a mai rendezvény lebonyolításában?
Elsősorban szeretném megköszönni minden önkéntes segítőnknek. Itt a sportcentrum dolgozói és a VMK dolgozói közül sokan jöttek, segítkeztek. Most is éppen töltik a frissítőt a 10 kilométeres távon a teljesítőknek, úgyhogy le a kalappal előttük, köszönjük szépen!